Sziasztok srácok, mint bizonyára észrevettétek, vannak olyan időszakok, amikor kevesebb videó van gyakorlatilag a YouTube-on, de van olyan, amikor meglódlok és három videót is feltöltök egy héten. Ez azért van, mert nagyon-nagyon-nagyon sok dolgom van így a suli, meg így alapvetően magánéleti dolgaim is, és amúgy is már régóta szerettem volna egy ilyet csinálni, jelenleg technikailag még nem állok készen teljesen erre a feladatra, de úgy döntöttem, hogy kerül, amiben kerül, én megbirkózom ezzel a dologgal, és csinálom. Tudom, hogy nem tudnám magam tartani ehhez a napi vlog témához. Random meg nem szeretném annyira csinálni, úgyhogy igazából arra a következtetésre jutottam, hogy egy hétből összehozok azért olyan dolgokat, ami talán érdekelt titeket, hogy én merre járok, mit csinálok, mivel foglalkozom. Hiszen erre kíváncsiak az emberek alapvetően, hogy valaki mivel foglalkozik, és ezt felrakja az internetre. Na mindegy, lényeg a következő, hogy mostantól fogva ilyen heti epizódok lesznek, természetesen lesznek más videók is, amiket ezek közben fogok elkészíteni. Ne is húzzuk tovább az időt, jó szórakozást mindenkinek az új sorozathoz! Építek egy ilyen kis valamit így a csatornám köré, most jelleg ezzel foglalkozom, és ezek olyan hosszú dolgok, hogy így leülök, és akkor van, hogy órák hosszat csak ilyennel foglalkozok. Egyébként elkezdtem nyelvet tanulni, képzeljétek el. Van ez a Duolingo nevű alkalmazás, gondolom azért páran már hallottatok róla. Tudnotok kell, hogy ez a Duolingo alkalmazás, ez alapvetően nem tanít meg titeket profin beszélni egy nyelvet, de segít az alapokban, hogyha később el szeretnétek menni vizsgázni, vagy akármi, vagy szeretnétek komolyabban foglalkozni a nyelvvel, akkor jó kindló pontot ad. Mit szeretek a programban? Tényleg gyorsan lehet vele megjegyezni szavakat, tényleg gyorsan meg lehet vele jegyezni a ragokat, igéket, viszont a főneveket kevésbé, mert az nagyon-nagyon kevésszer jelenik meg, illetve nem annyira szájbarágósan. Illetve a ragozás, a franciának főleg a ragozása, meg ilyenek, ahogy mondják, meg stb. Ez egy kicsit nehezen ragad meg az elején, de idővel, hogyha az ember egy kicsit utána olvas, meg papírra írja a szavakat, akkor gyorsan mindent meg lehet jegyezni. Jelenleg én így állok, hogy megvannak az alapok. Itt most van egy dolog, amit frissítenem kell, egyébként ez is ki volt aranyozva, ami azt jelenti, hogy eddig jól álltam, és jelenleg ennyi minden. Minden megvan, és itt még folytatódik tovább, amiket még meg kell csinálnom ahhoz, hogy ügyesen beszéljek franciául, de természetesen ez még a jövő zenéje. De én mindenkinek ajánlom ezt a programot, mert zseniális. Srácok, itt vagyunk a Gülbaba utcában. Mégpedig azért jöttünk ide, mert ugye az elhatározás viszont random leszállunk valahol, és random elmegyünk valahova, és pont megadatott az a lehetőség, hogy Gülbaba utcánál tudjunk leszállni. Sose tudtam, hogy hol van, és random kiszúrtam a villamosról. Hát mondom, itt enter a villamosról. Na, ide értünk. Az a baj, le van zárva maga a kilátó rész, meg maga a tűrbe, ami miatt egyébként érdemes idejönni, mert hogyha ez készen lesz, bár nem tudom mikor lesz készen, mert ezt már azért szerintem bő egy évet csinálják,
De hogyha ez készen lesz, akkor mindenki érdemes ide eljönnötök, hogyha Budapestre látogattok, mert ez Budapestnek egy olyan része, ami azért így elüt a többitől. Tehát itt azért még ez a... az összes ilyen törökvész, meg ez a törökőr, meg ezek a városrészek is itt vannak, ha jól tudom. Szóval ja, mindenkinek ajánlom, tehát hogyha valaki erre jár, ezt mindenképp nézze meg, jelenleg most tényleg kicsit fel van turva, ez kicsit sajnálatos dolog, de nyilvánvalóan. Hogyha ez készen van, akkor... Csoda, szép lesz. Ja, az biztos, csoda. Wow.